5 éve egy fémforgácsoló kis céget vásároltak fel a tulajdonosok, azóta pedig akkorát fejlődött a társaság, hogy most több mint 5 milliárd forintból új gyárat adtak át. A cél az volt, hogy erős középvállalat legyen a Metmex, ebben segíthet a mostani fejlesztés. Nekünk az volt akkor az álmunk, hogy olyan erős középvállalatot építsünk, amik Nyugat-Európában a gazdaságot a hátukon hordozzák, amik a helyi foglalkoztatásnak versenyképes bérrel, jó munkakörülményekkel nagyon-nagyon erős pillérei, és azt gondoltuk, hogy ehhez itt megvan a tudás, megvan a technológiai képesség, és elszántság és akarat kell hozzá. Mi modern vállalati környezetből jöttünk, és azt gondoltuk, hogy ezeket az eszközöket fogjuk tudni használni a magánvállalkozások világában, és így vállalkozók lettünk, forgácsoló vállalkozók lettünk. 5 év alatt odáig jutottunk, hogy közel megdupláztuk a cég árbevételét, a munkavállalói létszámunk az több mint 50%-kal nőtt. Nem csak a város, de az egész térség fejlődése fontos, erről beszélt a Gyáravaton Győr egyik országgyűlési képviselője. Simon Robert Balázs kiemelte, nagy dolog, hogy a Covid-járvány kellős közepén fejleszt a társaság. Nekünk országgyűlési képviselőnknek nem csak az a feladatunk, hogy a nagyvárost, a megyei jogú város Győrt fejlesszük, hanem a térséget is, hiszen hogyha egy körzővel rajzolunk Győr körül, akkor egy 30-40 kilométeres vonzáskörzete, inkább 40, de lehet, hogy 50 kilométeres vonzáskörzete is van a városunknak, amiben beletartozik a Csalóköz, beletartozik Komárom-Esztergom megye egy része, beletartozik természetesen a Bakonyalja, vagy éppen a megye belső területei, ahonnan érkeznek ide munkavállalók, vagy éppen vásárlók, vagy éppen iskolába járók, tehát Győr nem csak gazdasági, hanem egyéb szempontokból is, nem csak egy lokális, hanem egy regionális központ is, és ezt nekünk erősítenünk kell. A kormány kiemelt célja a térség és a régió infrastruktúrájának fejlesztése. Erről már Kara Ákos beszélt a rendezvényen. A képviselő bejelentette, kezdeményezi az új gyárhoz vezető 81-es főút bővítését is. Itt az idő, hogy a Győrnek és a 81-es útnak a kapcsolatát is rendezzük. Az Innovációs Minisztériumnak már bírom a támogatását, remélem, hogy a kormányzat egésze a következő években segíteni fogja azt a programot, amelyet a következő évben január 6-án szeretnék megindítani. Szeretném azt, hogy a gazdaság, illetve a munkavállalók, az emberek, az itt élő emberek mindennapjait segítve építsük át közösen az M1-es autópálya és a 81-es útnak a közúti kapcsolatát. A KKV-k a magyar gazdaság lelkét adják, ezt emelte ki beszédében Szijjártó Péter, a külgazdaság és külügyminiszter arról beszélt, a magyar gazdaság rekord gyorsan tudott újraindulni, amit a folyamatos adócsökkentések is segítenek. Ebben a gyors újraindulásban nagy szerepet játszottak az elmúlt 12 év gazdaság stratégiája során bevezetett adócsökkentések eredményei. 2010 óta bejött az adócsökkentés Magyarországon, a magyar gazdaságban, ezért nincs ok arra, hogy ezt ne folytassuk, ezért a jövő esztendő elején Magyarország gazdaság történetének legnagyobb mértékű adócsökkentése valósul meg, azáltal, hogy a munkáltatói adóterhek 4%-kal csökkennek, a 25 év alattiaknak pedig nem kell majd személyi jövedelemadót fizetni, ráadásul mintegy 2 millió gyermeket nevelő szülőnek tudjuk visszaadni az idei esztendőben befizetett személyi jövedelemadóját, elismerve a családok szerepét a sikeres járványkezelésben. A Metmex új 10.000 négyzetméteres gyára a további bővülésre és fejlesztésre is lehetőséget biztosít. A tulajdonosok célja az, hogy a következő években valóban egy erős középvállalattá váljon a társaság.